Mielőtt a fegyverrel foglalkoznánk, nézzük meg a feliratokat. A fegyveren az van leírva, hogy Ekol Majorov. A használatosításán az van, hogy Majorov. A csomagolásán ismét az van, hogy Majorov. De a fegyvernek természetesen semmi köze nincsen a Makarov pisztolyhoz, hiszen láthatóan formailag ez egy Walther PP-re hasonlít. Mindazonáltal ez nem a Walther PP feliratú Umarex gázpisztolyt másolja, hanem az ME9 Para elnevezésű Kuno Melcher által gyártott fegyvert, azt a törökök egy az egybe lekopintották, gyanítom az alkatrészei csereszabatosak is jó részt. A fegyverünk 9 mm pakkaliberű, a tárja egysoros, a hivatalos adat szerint 7 töltény fér bele, ebbe a konkrét fegyverbe én 6-ot tudtam belerakni, a 7. már nem tudtam annyira lenyomni, hogy bemenjen a tárajkak közé. A fegyverünknek az első szerkezete DA-SA. És ami ennél is örömtelibb, hogy repülőütőszeges, ezáltal csőre töltve ez a fegyver, ez tűzkészen viselhető, ami az Ecoltól és pláne ebben az árfekvésben kifejezetten hihetetlen. Van rajta egy manuális biztosító, egyébként ez annyit csinál, hogy blokkolja magát az ütőszeget, de például az ütőszerkezet mozgását sem befolyásolja. Az utolsó lövés után a szár hátul akad, azonban a tárgy kivételekor előre is csap, hiszen nincsen külön belső szárnyakasztója a fegyvernek. A fegyvernek a részleges szétszerelése az megegyezik a Walterokéval, tehát tárat kiveszem, ellenőrzöm a tűzetlenséget, sátorvasat lehúzom, szár ütközését hátra fel, és már készen is vagyunk. Abból kell kiindulnunk, hogy ez egy 20.000 forintos gázpisztoly, áfával, MKH-val minden, de ahhoz képest ugye tűzkészen viselhető, kicsi, könnyű és lapos, ellenben persze túl sok acélt nem várhatunk el. A tok és a szán egyaránt spiáterből vannak, a csőbetét acél, a hüvelykivetőből acél, sajnos az elsütő szerkezet az teljes egészében spiáter, így a kakasban sincs acélbetét, azonban ha megnézzük az ütőszeget hátulról, és most itt ráközelítünk, akkor láthatjuk, hogy nem is kell nekünk acélbetét, hiszen az ütőszeg ilyen nagy, tagadjuk egy spiáter téglában végződik, és nagy felületen ütközik fel a kakassal, így nem tudja azt szétverni. És van még egy acélbetétünk, ami viszont igazán szemedgyönyörködtető, a teljes tűzfa egy nagy méretű acélbetét. Thank you.
gázpisztoly, és ez a jól megszokott, igazán szart török spiáter rakétalövőt oldalt van. Ezt ráadásul pont szilveszterkor teszteltem is a fegyvert, 5-ből 4 rakétát nem gyújtott be, csak kilőtte, tehát ez nettó pénzpocsékolás. És van még egy, tehát így a szilveszter után kiderült, hogy a körülbelül ilyen 2-3 tárig működik hibátlanul, és utána elkoszolódott, és volt több csőre töltési hiba. Tehát ezt a fegyvert, ezt nem kifejezetten szilveszterezésre javaslom, egyrészt azért, mert relatíve vékony, nem túl erős ahhoz, ezt inkább egy ilyen hordani, hiszen lapos, könnyű és tűzkészen viselhető. Most akkor mi van, bazd meg, geci? Nagy ívbe leszarom.